Richter Gedeont árvaként a nagyszülei nevelték fel Gyöngyösön. Alig 30 évesen megalapította Magyarország első modern gyógyszeripari vállalatát, és nevét néhány év múlva a világ számos országában ismerték már. A film Richter Gedeon életét mutatja be, aki eredeti gondolkodásmódjával küzdötte le a történelem kihívásait, az ő alakjának állít emléket a dokumentumjátékfilm. A filmvetítést követő találkozón részt vett a film főszereplője Rudolf Péter, aki a középkorú és az idős Richtert alakítja. A színművész megtiszteltetésnek érzi, hogy eljátszhatta ezt a csodálatos embert. A tehetség, a zsenialitás az nem feltétlenül jelent jellemtorzulást, mint ahogy sokszor egyébként tapasztalja az ember, és felmentést kell adnunk, mert az illető zseni, ezért aztán tiporhat maga körül. Ez olyan jó érzés, hogy vannak emberek, akik zsenik, és attól még emberek tudnak maradni. Rudolf Péter a Richter Egészségváros program nagykövete. A színművész rendező a közönség találkozón beszélt a forgatás nehézségeiről, de az egészséges életmódról is. Nagyon fontosnak érzi a prevenciót, fontos számára az étkezés és a mozgás. Színészként nehéz az életmódra figyelnie, szerinte mindenkinek saját ritmust kell kialakítani. Amikor van egy ilyen jól szervezett programsorozat, akkor az ember bevonzódik és megteszi azt, amit egyébként magától is meg kéne tennie. Azt meg külön nagyon szerettem ebben az egész felkérésben, hogy amikor megtudtam, hogy közben a kórházak kapnak egy-egy ilyen szűrővizsgálaton való részvételét járó pontok forinttá tudnak változni, és bár nyilván nem oldja meg az adott kórház és a magyar egészségügy helyzetét, de mégiscsak egy közösség hozzájárul ahhoz, hogy a saját kórházában valami új készülék beszerzőt, új készüléket be lehessen szerezni, az szerintem meg nagyszerű dolog, mert egyszerre törődni magammal és a közösségemmel, ez egy nagy ötlet, ebből kéne még 1000. Október 5-én Nyíregyházán a Richter Egészségváros programjain való részvétellel az érdeklődők támogathatják a Richter Gedeon NRT által felajánlott 3,5 millió forint értékű alap adományösszeget, amellyel a nyíregyházi Józsa András Tagkórházat segítik majd.